én állítanak ányára. Ki van? Nem, esküvőre jöttünk. Vigyázz ide! Elnök úr, egy pillanatot, a igen. Hova jön? Szeretnék, ha fönn... Beszélgetésre jöttem. Beszélgetésre. Én nem tekintem ezt fegyelmi ajánlásnak, mert jogszerűtlen a fegyelmi véleményünk szerint. Tehát eljöttem beszélgetni. Elnök urat és a képviselő urat várja, a miniszter igen. úr. A többi urak pedig a földszinti tanácskozó terembe szíveskedjenek helyet foglalni, ott tudtuk biztosítani a elhelyezésnek. Én ragaszkodni fogok ahhoz, hogy nyilvános legyen a megbeszélés. Köszönöm szépen. Ezt majd a miniszter úr. Igen, igen, én felkísérem elnök urat. Igen. Tessék, parancsolni, köszönjük, uraim. Földszinti tanácskozó terembe szíveskedjenek. Fölmerhet olyan gyanú, hogy a televízióban az elmúlt 2-3 évben 3-4 olyan szerződés is köttetett a sok száz más mellett, ami gazdaságilag nem előnyös a magyar televízió számára. Erről beszélgettünk, mi kifejlettük az érveinket, amely szerint az említett négy szerződés a magyar televízió számára rendkívül előnyös. Szeretném azt mondani, hogy ez egy olyan vizsgálat, amivel az én szerepem olyan, mint egy ügyészi, aki nem nyilatkozik. A fegyelmi eljárás, ami elindult, az nem jogszerű. Ezeket a szempontokat a miniszter úr főjegyezte, és mérlegelni fogja. Én nem mondtam azt, hogy nem munkáltatója a kormány, és azt sem mondtam, hogy munkáltatója. Én úgy vélem, hogy meg tudtuk válaszolni a miniszter úr kérdéseit és képejeit, amelyet nyilvánvalóan mérlegelni fog, és a javaslatában ezeket figyelembe veszi. Ez az a hír, hogy Bányai Gábor és Nagy László ellen eljárást akarnak. Most hallottunk egy ilyen hírt, hogy a Balsai vagy valamelyik kiváló kollégája valami ilyet javasolt, és lehet, hogy a bizottság összeül ezzel kapcsolatban, de nem tudunk még semmi konkrétumot. A minisztérium küldött ide, a pénzügyi kupa küldött ide két ilyen vizsgálóbiztosnak átszázott ipari kémet, és azok jelentkeztek föl minket, ezt tudjuk pontosan. Hát teljesen jogtalanul csempésztek ki tőlünk adatokat és információkat, úgyhogy ha ezt tudom bizonyítani, akkor be fogom perelni őket. Itt egy kicsit kérem, igen, hogyha is. Ha jön egy rendőr, főkapitányból a rendet találni, azért az úr lenne. Összefogom. Jó. Olyan katonás rendbe kéne tenni. Jó. Viszontlátásra. Örülök annak tulajdonképpen, hogy az elmúlt két évben Magyarország volt az egyetlen ország Közép-Kelet-Európában, ahol néhány ember erőfeszítésével, de néhány ember, sok száz és sok ezer ember sikerült megvédeni az autonóm és független rádiót és televíziót. Miközben körülöttünk a többi országban, mint tudjuk, első pillanattól kezdve kormányfők és államfők rátették a kezüket a közmédiumokra. Szomorú vagyok, hogy két év után ez a folyamat úgy látszik most megbicsaklik, úgy látszik, hogy a kormány a türelmét elvesztette, és véleményem szerint, bár ismétlem, a bíróság fog ebben a kérdésben dönteni, immár most a törvényt sértő jogszerűtlen eszközökkel próbálja a rádió, a televíziót mégiscsak kontrollja alá vonni. Emiatt őszintén szomorú vagyok, de úgy vélem, hogy ez egy pillanatnyi megbicsaklás. Néhány hét múlva én visszajöhetek, ami még nem nagy dolog. Néhány hónap múlva utódaim a dolgot tovább vihetik.
egy-két év múlva minden bizonnyal az egész térségben már olyan erős lesz a demokrácia, hogy képtelenség lesz az, amit most történik ebben a pár hétben, hogy egy kormány meg akarja szállni a társadalom tulajdonában lévő közszolgálati tévét és rádiót. Szeretnénk tájékoztatni a televízió körüli helyzetről a televízió vezetőit. Igen. Jó, köszönöm szépen. Örülnék, hogyha utána megkeresné irodámban, hogyha még van néhány perced, megtisztelne, és remélem, hogy a kormány jelenlévő képviselője valóban a magyar társadalom érdekeiben és a magyar jogállamiság jegyében képviseli itt ma a magyar kormányt. Úgyhogy ehhez jó munkát kívánok, és utána akkor várlak a irodámban. Viszontlátásra! Szeretettel köszöntöm a kedves kollégákat, tévés dolgozókat és tévénézőket. És szeretettel köszöntöm körünkben Katona Tamás államtitkár urat, akit arra szeretnék kérni, hogy egy olyan tájékoztatást adjon azokról a kérdésekről, amelyekben magam sem vagyok beavatva, hiszen valamennyi dolgozóját a televíziónak érintik azok az események, amelyek most a házban folynak. Ez a helyzet úgy alakult ki, hogy a kormány Balsai István igazságügyminiszter vizsgálóbiztos javaslatára a fegyelmi eljárás alá vont Hankis Elemért, a Magyar Televízió elnökét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján felfüggesztette állásából. A felfüggesztés időtartama alatt dr. Hankis Elemér elnöki jogkörét nem gyakorolhatja. Az elnököt megillető minden jogot, beleértve az aláírási és utalványozási jogot, az úgynevezett kinevezési rendről szóló törvény alapján köteles vagyok gyakorolni. Az ország lakosságának az érdeke egy minden politikai befolyástól, párt befolyástól független, pártatlan magyar nemzeti televízió megteremtése. Önmagában az a tény, hogy a Magyar Televízió és a Magyar Rádió költségvetése a megszavazott módosítás értelmében a miniszterelnökség alatt szerepel, nem jelenti azt, hogy a miniszterelnökségnek joga van, vagy szándékában áll beleszólni abba, hogy a Magyar Televízió vagy a Magyar Rádió a rendelkezésére álló pénzt a jogkeretein belül hogyan használja fel és hogyan költi el. Kérem azt is tehát, hogy nyissák meg a kormány előtt is a televízió csatornáit, mint ahogy a politikai pártok előtt megnyitják, nem azért, mert mi valamilyen hatalmat akarunk magunknak vindikálni, hanem azért, mert ez a tájékoztatási kötelességét a kormány nem tudja önök nélkül, még kevésbé önök ellenére elvégezni. Ezt a nehéz, ezt a nem keresett helyzetet a kormány a törvényesség, a jogállamiság eszközeivel óhajtja kezelni, óhajtja ezt a konfliktust minél rövidebb időn belül feloldani. Ezzel a küzdelemmel közvetlen összefüggésben nem állva a pénzügyminisztérium vizsgálatai olyan szabálytalanságokat tártak föl a könyvvizsgálói jelentésekben, amelyeknek szomorú személyi következményei vannak. Azt tudnélik, hogy bűncselekmény alapos gyanújával terhelve a televízió két vezetője ellen büntető eljárás indul, és a felügyeleti ellenőrzési jogkör fogyatékos gyakorlása miatt a televízió elnökét, Hankis Elemér doktort felfüggesztették. Nyilvánvaló, hogy a kormány, mint egy normális jogállamban szokás, az ártatlanság vélelmét mindenkinek megadja. Semmilyen módon nem volna sem illő, sem okos dolog, sem helyes dolog bármilyen módon előre befolyásolni ezt a vizsgálatot, aminek nem vagyunk tisztában, hogy mi lesz az eredménye.
Az ön sajtótájékoztatón tett kijelentései alapján az ember azt sejti, hogy Hankis Elemér, Bányai Gábor és Nagy László holnap már nem léphetnek be a televízió épületébe. Igen. Igen. A ellenőrzés, hát első szakasza befejeződött, és az ellenőrzés során az ellenőrök olyan megállapításokat is tettek, ami indokoltá teszi, hogy gazdasági és munkajogi szempontból tovább vizsgálják ezeket a kérdéseket. Úgyhogy túl messze menő, vagy túl mély előadást az ügyben nem kívánok tartani. Néhány dologra felhívnám a figyelmüket. Itt kifejezetten komoly gazdasági kérdésekről van, vagy ha pontosabban akarok lenni, lehet szó, amit még abban a kapcsolatban is meg kell nézni, hogy a különböző tévé környékén elhelyezkedő szervezetek, szerződéses kapcsolatok hogyan és miért alakultak, úgy, ahogy alakultak. Van-e valami ismeretük arra vonatkozóan, hogy miként lehetséges az, hogy a minden szempontból elfogulatlannak tekinthető számvevőszéki szakemberek soha olyan súlyosabb szabálytalanságról nem tudtak beszámolni, amely büntető feljelentést vonhatott volna maga után. Ne haragudjanak! Én itt pillanatnyilag nem a számvevőszék munkáját szeretném méltatni, bírálni, értékelni. Én csak azokról az eredményekről tudok beszámolni, amelyek ezekből a vizsgálatokból kiderülnek. Ezt most nem tudnám önnek megmondani. Köszönöm. Egy újabb vápontot kotortak elő hirtelenjében, ugyanolyan jellegű, mint az előzőek, nincs jelentősége. És erről beszélgettünk, de átadtuk a négy pontot, amelyre kérünk választ, mielőtt bármilyen választ adnák nekik mi. És ez a négy pont, ez mi lehet? Elég, hogy tisztázzák azt, hogy mik a vápontok, amit nem tisztáztak mind a mai napig pontosan. Tisztázzák, hogy milyen törvények alapján tekinti magát a miniszterelnök az én munkáltatómnak. Tisztázzák, hogy a vizsgáló biztos milyen szabályok alapján és hogy nevezték ki, és így tovább. Tehát egy csomó formai és jogi problémát vethetünk föl, és kértük válaszokat. Nem tudok róla. Sejtelmem sincs róla. Érdekes fejlemény volna. A Balsai miniszter úrral történt találkozó, miről esett szó? El fogom mondani. Ha leülünk, akkor el fogom mondani. Én erre fejlek, lépcsőn járunk, igen. Igen, akkor elkezdem. Tehát a médiaháborút eddig sem én kezdeményeztem, és nem én szítottam, hanem mások. Én mindig amellett voltam, hogy próbáljuk megoldani a magyar társadalom ügyeit, lehetőleg normális emberek között, észszerűen, ha kell kompromisszumokkal, ami a politikának a lényege. Az, hogy elmúlt két évben eleinte csak havonta, majd hetente újra és újra provokáltak, újra és újabb támadásokkal hetszelték föl a médiaháborút, azért nem én vagyok a felelős. Ugye az nyilvánvaló, hogy az erőszakkal szemben én nem tudok erőszakot alkalmazni, mert nincsenek erőszak eszközeim. Mi legyen ezzel a belső konfliktussal? Ugye itt most az a dilemma van, hogy itt ebben a házban pillanatnyilag két elnök vagy álelnök ül. Én itt, Nálik Gábor úr két ajtó vagy három ajtóval arrébb a volt pártirodán. De csak egy véletlen, nem volt már más szobák, amikor ő ide jött tavaly, ide márciusba, és ez egy véletlen volt, hogy a párt irodában tudtunk neki csak helyet adni. Nagyon remélem, hogy ez a rossz omenből nem lesz, nem is tudom is oda. Én szerintem én vagyok a jogszerű elnök. Ő úgy véli, vagy ő szerinte, őt megbízta a magyar miniszterelnök azzal, hogy itt elnöki funkciókat ellássa teljes körben. Tehát ő egy más vélekedés szerint tekinti magát funkcionáló elnöknek. Ő elfogadta azt, hogy a Magyar Televízió elnökének munkaadója a magyar miniszterelnök. A magyar miniszterelnök megbízása alapján látja el, vagy akarja ellátni ezt a funkciót.
Én nem fogadom ezt el, én úgy vélem, hogy én a Göncz Árpádtól kapott kérdezés alapján láttam el, és látom el ebben a pillanatban is még az elnöki funkciókat. Én felajánlom azt, hogy a következő néhány napban vagy néhány hétben, ameddig ez szükséges, otthon dolgozom, illetve tartok előadásokat, hogyha erre bárki megkér, és dolgozom a Magyar Televízió jövendő életén és működésén. Az alelnök kizárólag az ügymenet fenntartására, a működőképesség fenntartására jogosult az elnök távollétében. Nem jogosult semmiféle strukturális átalakításra, nem jogosult semmiféle komoly személyi változtatást végkezdeléhez, nem jogosult beleszólni a két alapvető program, vagy bármilyen más program működésképességébe. Tehát nem szüntethet meg, és nem indíthat a televízió számára fontos programokat. És ezt a modus vivendit el tudnám képzelni a következő hetekben. Amennyiben a miniszterelnök úr ezt elfogadja, és írásban nekem arról értesít, hogy ennek a szellemében a következő hetekben örülne, hogyha én nem volnék itt, akkor ezt elfogadom, mert én is örömmel töltöm a következő egy-két napot vagy hetet erre a visszavonultabb gondolkodó munkára, és a televízió elnökeként a távati tervekkel foglalkoznék. Amennyiben Nálik alelnök úr bármi oknál fogva nem képes ehhez a megállapodáshoz tartani magát, amely ismétlem egybevág azzal a szellemmel, amelyet ma Katona Tamás úr itt kifejtett, akkor kénytelen leszek újra én is más eszközökhöz nyúlni. Ezek az eszközök mindig belül lesznek a jogszerűség határán. Köszönöm szépen! Náli Gábor azt mondta ezen a sajtótájékoztatón, hogy önön kívül Nagy László és Bányai Gábor jelenléte sem kívánatos a televízió épületében. Velük mi lesz? Ők is nyilván ragaszkodni fognak minden alkotmányban előírt jogukhoz. Teljes mértékben velük vagyok, szolidáris vagyok velük, de még nem volt már időm erről beszélgetni velük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérhetném az urakat, hogy fáradjanak ki. Mit szól ahhoz, ami a tévében történt? Gratulálok. Ez jó volt így? Jó, nagyon jó. Úgy hallottuk, hogy házkutatnak nálattuk. Bevált a dolog, amit Csurka úr jósolt. Tényleg bejöttek a rendőrök, és tényleg elvisz.
hogy most itt fejezzétek nagyon, de köszönöm az eddigi segítséget, most itt a házfogadásra. És tovább nem mehetünk? Tovább nem mehetünk? Az volt a kérés és megállapodás, hogy magán a házfogadásra megyünk. Köszönöm eddig is a segítségeteket. Hangkiselemérésén kértük fölmentésüket a munkakörünkről, és a köztársasági elnök erre nem válaszolt se igen, se nemet, hanem azt mondta, hogy megfontolja, és majd ezután válaszolni fog erre a kérdésre. Ami engem illet, én azért kértem a fölmentésemet a rádió elnökének munkaköréből, mert egyáltalán nem tudok egyetérteni a parlament többségének a döntésével, tehát aminek következtében koalíciós javaslatra a Magyar Rádió és a Magyar Televízió kormányfelügyelet alá került pénzügyi szempontból. Ez azt jelenti, hogy az a lehetőség, ami 2,5 évvel ezelőtt rendelkezésünkre állt, hogy hozzájárulhassunk valamiként ahhoz, hogy egy független pártoktól és kormánytól független rádió és televízió jöhessen létre, ennek a lehetőségei elképesztő méretben romlottak. Tehát az egyébként is alkotmányellenes kormányfelügyelet, az alkotmánybíróság döntését próbáló szakszerűtlenül idézni, ez tovább bővül. Ezzel nekem jelen pillanatban egyetlen lehetőségem volt, hogy tiltakozás képpen kérem a fölmentésemet. Ez történt ma. Kezdeményezés Gombács Abályé volt, és ő engem meggyőzött arról, hogy helyesen cselekszünk, ha tegnap, vagy ma, vagy holnap kérjük a felmentésünket, mert azzal, hogy a médiatörvény 2,5 év után nem született meg, vagyis bebizonyosodott a magyar politikai elitnek, a magyar parlamenti munkájának a kudarca és csődje egyfelől, és zárjuk azt mondjam meg, hogy totálisan képtelenség, hogy 2,5 év nem volt elég arra, hogy a magyar parlament meghozza, létrehozza a médiatörvényt. Ez a decemberi szavazás botránya után, vagy a decemberi csőd után, parlamenti csőd után az ismeretlen távolba tolódott ki. Nem látjuk értelmét annak, hogy tovább várakozunk arra, hogy megszületik egy tisztességes és jó médiatörvény. Egyfelől, másfelől, ugyanakkor megszületett a közsejelési törvény, amely, mint önök tudják, a Magyar Rádió és Televíziót beosztja, alárendeli a magyar miniszterelnökség hivatalának, ezzel gyakorlatilag mindenféle függetlenség illúziója vagy lehetősége is megszűnt. Amikor én elvállaltam ezt a feladatot, akkor egy átmeneti idő segítéseképpen egy független és pártatlan rádió létrehozásában vállaltam közreműködést. Politikai harcok alakultak ki. Itt kialakult egy olyan álláspont, eljutottunk egy olyan pontig, ami szerintem mindenki számára meggondolkodtató kell, hogy legyen. És ez az a helyzet, tehát például a Magyar Rádió lejtőre került ilyen szempontból a koalíció és többség döntése következtében, amilyen folyamatban én semmilyen szerepben nem kívánok részt venni. Minden illúzió nélkül meg kell állapítani, hogy ezt a csatát a magyar kormány, illetve a magyar kormány koalíció erői nyerték meg. Az, hogy nincs törvény, lehetővé teszi azt, hogy a magyar kormány, illetve a kormánypártok a választásokig minden további nélkül a törvény által megadandó korlátok nélkül, törvény nélkül, korlátozás nélkül kiterjesztik előzésüket a televízióra, ezt már megtették. A televízión belül már folyik a véleményem szerint romboló munka, vagy ilyen jellegű munka, és megtehetik ezt a rádióban is. Olyan terepet keresek, és már találtam szerencsére, ahol a győzelemnek van esélye. Ez pedig a bíróságok, a jog területe. A következő hónapokban el fogok követni mindent, hogy bebizonyítsam saját maga és munkatársaim teljes átatlanságát, bebizonyítsam az ellenünk indított eljárások jogszerűtlenségét és teljes alkotlanságát, bebizonyítsam azt, hogy kellő bizonyítékok hiányában jogsértően indították ellenünk az eljárásokat,
a magyar igazságügyminiszter és mások, és megpróbáljam ezt számon kérni rajtuk, vagy bárkin, aki itt felelős. Itt van most egy veresége a demokráciának, máshol vannak győzelmei, és legyen minél több győzelme. Azon múlik, hogy önök, meg mások, mindenki a saját helyén, mennyire civil kurázsival, mennyi szakértelemmel, mennyi ravassággal, mint a kígyó, mennyi bátorsággal, mint a tigris fog dolgozni a mindennapi munkákban a következő hetekben, hónapokban. Tehát semmi, ez egy csatavesztés, egy nagy háborúban, vagy pedig egy nagy menetelésben egy rengmi csaplás. Azzal az első gondolatra szeretném megnyitni ezt a mai beszélgetést, és erre kérem az urakat, hogy töltsék el, hogy milyen sorrendben indulnak a válaszokkal, hogy ebben a pillanatban a mai politikai szituációban most az évvégén és a következő elejét tekintve várható további fejleményeket. Az ellenzéki pártok, az épület ellenzéki pártok képviselői hogyan látják, milyen mélységi kétszerűen tudják elképzelni az együttműködésüket, azokra a kihívásokra utalva, amely kihívásokat a kormányzat és a koalíció hatalom után produkál. Az ellenzéki pártok praktikus ügyekben együttműködnek a parlamenten viszonylag régen, szinte automatikusan sok ügyben egyformán ítélik meg az eseteket. Akkor kell egyeztetni az ellenzéki pártoknak a parlamentben, amikor kétharmados törvény kerül a parlament elé, mint az eléggé ismert. De a kormánykoalíció nem szereti a kétharmados törvényeket, mert a kompromisszumot kell kötni az ellenzékkel, tudnék önmagukban nem tudják keresztül vinni ezeket a törvényeket. A szavazatai parlamenti helyeink száma nem lesz több akkor sem, ha a három frakció szavazatainak számát összeadjuk, mert akkor sem, ha külön-külön szavazunk, és ha véletlen nem egyformán szavazunk, akkor is többségben van a kormánykoalíció, és ha egyformán szavazunk, akkor is többségben van. Tehát praktikus következménye egy szoros ellenzéki együttműködésnek gyakorlatilag a parlamentben legalábbis nincs, de parlamenten kívül sem nagyon van egy parlamenti demokráciában. Az a véleményem, hogy milyen lesz az ellenzéki pártok közötti konkrét együttműködés majd a választások után, ezt körülbelül akkor kell eldönteni, mikor megkérdezik a választások időpontját. És ez odébb van. A parlamentben három ellenzéki pártnak az ország helyzetéről kiindulva szerintem minél szorosabb együttműködésére van szükség. Konkrét ügyekben, amikor gyakorlati értelme az együttműködésnek, akkor készen vagyunk erre, egyébként pedig várjuk a következő választásokat, majd akkor eldöntjük, hogy hosszabb távú együttműködés lesz-e vagy sem. Azért vagy két megjegyzést az előbbiekhez. Én úgy ítélem meg, hogy az európai tapasztalat az a szociális liberális kormányzatok mellett szólnak. Nincs jóformán olyan nyugat-európai állam, ahol ne a szociál-liberális kormányzatok alatt érte volna a legnagyobb előrehaladást a társadalmi igazságosság, a szociális gondoskodás és a szolidaritás, belső és külső szolidaritás, és mindazok, amelyek tulajdonképpen ma a fejlett szociális piacgazdasága rendelkező országokat jellemzi. És ebben a szociál-liberális kormányzatok, és nem akarok bántani a liberális barátainkat, de a szociáldemokrata pártok azok, amelyek vezető szerepet játszanak, vagy játszottak. Nagyon sokan megijedtek, nem a mi oldalunkban, a litvániai választások eredményeitől. Hozzá szeretnénk tenni, Litvániában nem ment végül más, mint Lambertis, akinek kiváló, óriási szerepe volt az egész váltásban, azt a hibát követte el, hogy érzéketlen volt szociális gazdasági téren, pökhendő volt a politikai stílusa, kioktatta az embereket, állandóan monológokat tartott a televízióban és a rádióban, és nacionalista hiszű kijelentések tömegére. Most jött a négyetek, én amit ön mondott, az mindig az. Az is helyes dolog, hogy hozzátettem, hogy majdnem mindenhol, ahol szociál-liberális együttműködés van, a szocialisták az erősebbek, ez nincs mindenhol így, de majdnem mindenhol így van, ebben igaza van. Másfelől azonban, amit fontos elmondani, az az, hogy Magyarországon ennek az ég egyet a világon semmifajta jelentősége nincsen. Ha önök, én szerintem legalábbis, ha önök megkérdeznek az utcán 10 ember,
arról, hogy mi a liberális politika Magyarországon, meg mi a konzervatív politika Magyarországon, vagy mi a szociális vagy szocialista politika Magyarországon, akkor nem azt szerint fogják megmondani, hogy mit tudnak gondolatilag ezekről az értékrendszerekről, hanem arról, hogy melyik párt minek vallja magát, és annak a pártnak a politikájában mi a véleménye. Ez magyarul azt jelenti, hogy ebben az országban a liberalizmusnak éppen annyi esélye van, és annyira ez elfogadott és nagy, amennyire az SZDSZ meg a Fidesz együtt nagy lesz. A konzervatív politika és konzervatív pártok népszerűsége egybe fog esni, és annyira ez népszerű Magyarországon, amennyire a mostani kormányzó pártok azok. A szocialista politika sem valamifajta elvi megfontolásból lesz népszerű vagy népszerűtlen, hanem annak a gyakorlati politikának a hatására, hogy az a párt csinál, hogy magát ilyennek hallja. Végezetül pedig a múltról, mert innen indultunk el, és nekem erre a kérdésre kellene igazából válaszolni. Mert az jól hangzik, amikor hallom azokat az igényeket és olvasom az újságokban, hogy össze kell fogni a három ellenzéki pártnak a mostani kormánykoalícióval szemben. De amikor lebontom ezt személyekre, akkor kicsi zavarban vagyok, mert azért a dolog, hát furcsa. Szóval ha jól értem, akkor ez csak a nehézség, szóval ez egy dilemma, nem pedig egy álláspont. Ha jól értem, akkor nekem, Nyers Rezsővel, Hámori Csabával, és még jó néhány ilyen képviselőtársammal kellene összefognom, mondjuk Szabó Iván, Szabad György, én nem tudom kikkel szemben, akikkel végigcsináltam az előző nevek által fényjelzett akkori állami szocialista párttal szemben két-három esztendőt ellenzékből. Nem akarok moralizálni, de kérem, hogy értsék meg, hogy politikus is emberből van, és ez nem egy olyan egyszerű dolog, mikor az ember személyekre bontja a politikát, nem pedig ilyen látni stratégiában gondolni. A második dolog, amit ezzel kapcsolatban akarok mondani, az az, én nagyon nagy méltánytalanságnak tartom szerte az országban, hogy ma például a magas munkanélküliséget az Antalféle kormány, meg az új parlamentben is, nem tudjuk magunkat ebből kihúzni, nyakába varja a közvélemény tekintélyes része. Holott ezt a munkanélküliséget az előző kormányoktól kaptuk meg. Vagy amikor arról beszélünk, hogy kevés a nyugdíj, meg kevés a gyerek, meg kevés a szociális ellátás, akkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez azért van, mert a társadalom biztosítási pénzalapban óriási hiány van, aminek egyből egy rossz gazdaságból az oka, távolról, közelről pedig az, az utolsó években, amikor még gyereséges volt a társadalmi biztosítás, az ott keletkező nyereséget az előző szocialista kormányok átvitték a költségvetésbe, és ott költötték el. És ez így ment éveken keresztül. Szóval én, amikor a múltról beszélt, nekem nem személyes indulataim vannak, akár Gondolával, akár a pártjával szemben, hanem arról van szó, hogy itt van valami, amiért persze a teremben ülők nagy része is gondolom a kormány tesz a felelősség, de amiben a kormány felelőssége csak addig áll meg, amit nem tett meg, addig ám a felelősség nem tudta orvosolni azt a csőtömeget, amit megkapott. De magáig a csőtömegért nem ez a kormány felelősség. Egyetlen dolgot szeretnék hozzátenni, hogy szerintem más ma a politika témája, a pártok viszonyának témája, mint ami volt mondjuk két évvel ezelőtt. Két évvel ezelőtt szerintem igenis az volt az aktuális, amiről Orbán Viktor beszélt rövid előadásának végén. Tehát ma az embereket az érdekli, hogy a mai hatalom mit tett, mit nem tett ennek a bizonyos helyzetnek a megváltoztatásáért. És ebben a helyzetben az hát ugyan egy érdekes és esetleg valóságű történet, amit Viktor most itt elmondott, de nem arról szól esetleg, ami egy mai ellenzéki párt számára a legfontosabb mondani való, hogy a mai kormány koalícióval szemben a liberálisnak nevezett ellenzék, tehát mondjuk az SZDSZ és a Fidesz milyen alternatívát tud nyújtani. Ha mi állandóan arról beszélnek, és hát ebben azért elég visszafogottak vagyunk már egy ideje, hogy az MSZP milyen örökséget, vagy az MSZNP és az előző 40-ek milyen örökséget hagyott ránk, akkor nem lenne érteni mondani valók a mai kormánykoalícióval szemben, mert ők részben nem nagyon tudnak más mondani, mint erre hivatkoznak, részben pedig ezzel próbálják elterelni a figyelmet saját hibáikról, baklövéseikről, fantáziátlanságról, stb. A nagyobb probléma az az, hogy függetlenül attól, hogy szocialisták vagy kommunisták, az én benyomásom szerint a vidéki kisebb településeken nagyon sokan, akik a helyi hatalmi elithez tartoztak, és az előző rendszer, ha tetszik, megszemélyesítették, és akiket hatalom átmentőnek szokott a népnyelv nevezni, ezek az úgynevezett hatalom átmentők nem azért, mert szocialisták lennek, nem azért, mert bármiféle eszmei elkötelezettségük van, hanem azért, mert hatalmuk most is van. Ma hátrakva a bolykor, és a hatalmukat jobban mutogatják a kis településeken, mint ahogy merték mutogatni egy, másfél vagy két éve.
Az én kollégáim az SZDSZ-ben kisebb településről elég gyakran mondják mostanában azt, hogy bizony egy revans hangulat is megjelenik a szocialista párt választási, időközi választási sikerei nyomán. Nos, ami a érzelmekkel kapcsolatban két dolgot azért nem értek. Orbán Viktor szavait most részben tett irányító se. Most ők egymás között tárgyaltak 89-ben és állapodtak meg, vagy valaki mással? Mert legjobb tudomásom szerint egymás között is tárgyaltak, de végül akkor a reformhatalom képviselővel állapodtak meg. Tudnék, Rákosi Mátyás már rég nem ért. Kádár Jánossal nem tárgyalhattak. És nem tárgyalhattak egyetlen olyan figurával sem, aki ne több pártrendszert akart volna, ne kezdte volna a piacgazdaságot építeni, és tulajdonképpen mindazokat az értékeket, a valóták, amik nagyjából ma is a tisztelt liberális barátaik, vagy a parlamenti képviselőink hallanak. Én nem tudom, de nyilván honnan veszi ezt, amit mondok. Vagy hogy azt hiszem, hogy rosszul tájékoztatták. Nézzék meg a Békés Csabai választási eredményeket, és abban kik vettek, hogyan vettek részt. Én nem hiszem, hogy a 32-31 éves közgazdászunk és az a fiatal csapat, akik a Hideg Gábor támogatták és ezzel szavazattal megverte a kormány jelöltjét, hogy annak valamiféle nem tudom milyen ortodox revans vágyai lennének. Fiatal vállalkozó ember, és azért is csak akarja volt. Hát ebben segítettünk neki is. A Kelet Idő Kisbér-Oroszlág, aki megnyerte a parlamenti választást, aztán nem kell bemutatni. A régiek jó részét ne a mi pártunkba keressék. Minket meg lehet találni, mi volt, hogy keressék az MDF-be, kis gazdapártunkba. Én igyekeztem árnyaltan fogalmazni, és igyekeztem megkülönböztetni a szocialista pártot magát. Ezen belül is lehetne persze sokféle dologról beszélni, de most ebben nem akarok belemenni. És azokat az embereket, akik a szocialista párt időközi választásokon mutatott sikerei föllelkesedve, mondom még egyszer, megpróbálom megismételni, amit az előbb mondtam, mindenféle szocialista pártiság, vagy mindenféle szocialista, vagy bármiféle érdemi politikai elképzelés nélkül egyszerűen úgy érzik, hogy van még esélyünk arra, hogy valami módon revansot vegyenek a rendszerváltástól elszenvedett sérelmek miatt. Önértékelésre kérem a pártvezetőket, véleményük szerint saját programjuk milyen támogatottságot élvez párttagok körében és párttagok körén kívül, hogyan érzékelik ezt a sajtóból? 1994-es választásokon sem abban az értelemben választanak az emberek pártot, ahogy mondjuk bejáratott a demokráciának a szokás, hanem még ez is egy protest választás lesz, tehát a mai kormány koalíció ellen fognak szavazni nagyon sokan, akik elégedetlenek a helyzetüket, és választanak maguknak valamilyen alapon egy ellenzéki pártot, vagy ellenzéki jelöltet. Ami pedig az SZDSZ helyzetét illeti, én egy szóval jellemezni, egy javuló. Másodikok vagyunk, akkor megnevezem a Szonda Ipsos novemberi adatai alapján, hogy megbízhatónak tűnik az SZDSZ második abban a tekintetben is, hogy mit választanának, melyik pártot választanák az emberek másodiknak. Tehát ha leadják a voksukat az első pártra, ezután kit választanának másodiknak. Itt is az SZDSZ elég így megelőzött az utána következőket második. Ennek azért a jelentősége, mert a választások második fordulójában ez a szimpátia fogja meghatározni, hogy kinek milyen esélye van. A Magyarországon egy világszínvonalú gazdasági lap, úgy hívják, hogy heti világgazdaság. Most ennek rendszeresen készít közvéleménykutatást a Medián nevezettű legszínvonalasabb közvéleménykutatását, amelynek a mai száma kimutatja, hogy második helyen a szocialista párt. Abban egyetértek, hogy ez nagyon fontos mindannyiunk számára, de nem tudom. A népszerűség az egy dolog, a választási siker pedig egy másik dolog. Az is igaz, hogy a népszerűség nélkül nincs választási siker. Azért fontos a Fidesznek tudnia, mert mi nagyon jól állunk a fölmérések szerint, és nem csak az országosok szerint, hanem a városokban készítettek alapján is, de óriási hiba lenne, ha megnőni ezt a mellényünk, és azt gondolnám, hogy a dolog el van intézve,
már valamit kihúzzuk a választásig, aztán majd jön az igazság pillanata. Tehát a dolog nem így áll. Nem könnyű dolog népszerűséget átfordítani voksokká. Ez áll a Fidesz előtt. Meglátjuk, hogy sikerül-e vagy sem. Nem vagyok biztos benne, hogy sikerülni fog. Ellenben ettől független, de érdekes kérdés is ide kapcsolódik valamilyen módon, hogy miért népszerűtlenek a mostani kormányzópártok. A mostani kormányzópártok ugyanis szerintem alapvetően nem a programjuk hiányosságai miatt népszerűtlenek. Ezt is megmondom őszintén, hogy az MDF választási programja, bár néhány fontos tekintetben különbözött a Fideszétől 1990 tavaszán, de nagyon sok tekintetben egybeesett. Tehát önmagában a program, amit végre kellene hajtani, nem lehetne az ok ennek a népszerűtlensége. Két másik okot látunk a népszerűtlenség döntő magyarázatául. Az egyik az az, hogy nem lehet elvinni a kormányon egy szavát sem. Ez a elsődleges baj, hogy eljátszották a szavahihetőséget. Mindenfajta apró dolgokkal, nem nagy dolgokkal, aprókkal. Azt mondták, hogy ez a benzinár emelés, aztán másnap reggel meg fölemelték, én nem tudom, más százalékkal, és így tovább. Tehát sok apró dologból állt ez össze, de mindenképpen van egy ilyen képe a választópolgárok fejében a mostani kormánypártnak. A másik pedig az összeférhetetlenség. Szóval egy olyan kormány képét mutatja a mostani koalíció, aki senkivel nem tud összeférni. Egyeként vész össze különböző társadalmi csoportokkal. Először újságírókkal, aztán történelemtanárokkal, aztán egészségügyi dolgozókkal, aztán pedagógusokkal, és így sorban halad előre, mindenkivel összevész, kiderül a nyilatkozataiból, hogy szerinte mindig csak és kizárólag neki van igaza, a többiek azok vagy higgadjúak, hogy fölbújtották őket, az előző rendszer átmosta az agyokat, és így tovább, és egyszerűen olyan benyomás kerül, akivel nem lehet együttműködni. Most ilyen gazdasági helyzetben az a kormány, amelyik ezt a benyomást árasztja magáról, annak nem is lehet esélye. Nem azt a képet mutatja, hogy az összefogás felé próbálná vinni az országot, mert ilyen helyzetben nem kerülhetőnek. Ez az igazi oka a népszerűtlenségnek, és ez a jó lecke, ami számunkra, ezt nem szabad nekünk elkerülni. A következő választások után olyan helyzetben leszünk, mint amilyenben ők vannak ebben a pillanatban. De vajon nem vétettek-e az ellenzéki pártok, a mai parlamenti ellenzéki pártok akkor, amikor a nemzetiségi, de még fontosabban a nemzeti kérdés periférikusan kezelték, egyáltalán úgy kezelték el? Ebben a kormányzó pártokkal nem lehet versengeni. Ők ugyanis nem ugyanazt értik alatta, mint amit mi értünk alatta. Mi ugyanis azt hiszük, hogy nem attól válik valaki mondjuk nemzeti elkötelezettségű liberális emberré, vagy nemzeti elkötelezettségű liberális politika hívévé, hogyha óriási szónoklatokat enged meg magának a parlamentben minden nap, hanem attól, hogyha ténylegesen kisebbségi politikát csinál. Szerintünk a kormányzó pártok csak retorikában tettek többet és durvábbat. Az a retorika azonban, amit ők használnak, az egy veszélyes retorika. Nekünk akkor van esélyünk, ha világosan tudjuk tenni a tisztelt közvélemény előtt azt, hogy amit mi mondunk kisebbségi politikában, az egy járható út, amit pedig az urak mondanak, különösen a jobb szárnyon lévő urak mondanak, az pedig nem járható, életveszélyes út. Ennyit tehát arról, hogy engedjük-e kisjátítani vagy nem, az adott körülmények között, a rendelkezésünkre álló eszközökkel többet azért, hogy értelmes viták vágányán tartsa a kisebbségi kérdést, én a maga részére úgy hiszem, hogy Fidesz tenni nem tudott. Meggyőződésem szerint mindaz, amit mondanak populista módon, törekvésekkel, jelszavakkal, igazából azok a magyar ellenesek, azok ártanak nekünk itt, határon belül, és ha határon túl megy a magyaroknak. Úgyhogy nagyon meg kell gondolni, hogy itt van. Én azt tudom mondani, hogy akár mi csinálnánk, hogyha visszafoglalnánk Erdélyt, akkor is azt mondanánk, hogy a mai ellenzéki pártok kisebbség ellenesek, teljesen független ettől, mert a mi nézeteinktől, a mi tetteinktől, azt, hogy mi a véleményünk, és mit tettünk a kisebbségek ügyében, már ettől teljesen független az, hogy mit mondanak a Demokrata Fórum, vagy a Keresztény Demokrata Párt szélsőségesei. Az, hogy mi mit képviselünk, még egyszer mondom, mikor kezdtünk képviselni mondjuk az SZDSZ-ben tevékenykedő politikusok, vagy a Fideszben tevékenykedő politikusok, mikor kezdték a kisebbség ügyét képviselni, az egyáltalán nem befolyásolja azokat az embereket, akiknek a létéről nem tudtunk még 3 évvel ezelőtt. Fordulától a következőt kérdezik, hogyan értékeli a létminimum alatt élő társaság kezdeményezését a népszavazásról? Egy dolog az aláírások összeszedése, és más dolog az érvényes szavazás. Én azért felnőttebbnek tartom ezt a magyar társadalmat, hogy nem akar minden évben vagy fél évben parlamenti választásokat rendezni. Bármilyen szervezet is kezdeményezi ezt. Ma 100 000 az egy dolog, amit
valószínűleg fölfognak 500 000-ra. Emelni hiszen ott van benne a parlamentben a javaslat, csak nem tűztük napirendre, hogy 500 000-ra emeljék. De a választás az másik dolog. És végül hagyj egyezzek meg még valamit. Megítélésem szerint 1993-ban nem hiszem, hogy egy ilyennel ki lehetne erőszakolni, vagy előre lehetne hozni a választásokat, de mindenképpen kifejez egyfajta érzés, nyomás. Másfelől végül is bízzuk az egészet az Alkotmánybíróságnak. Mi kimondottan politikai szempontból szerencsétlen dolognak tartjuk ezt a kezdeményezést, így nem lehet egy parlamenti rendszert berendezni. Mindig lesz az országban 100 000 olyan ember, még Magyarországnál sokkal stabilabb országokban is lesz 100 000 ember mindig, aki elégedetlen az attal pillanatnyi szociálpolitikával, vagy általában a politikával, hogy ez a parlamenti demokrácia stabilitását veszélyeztető dolog, mert ha mondjuk egy SZDSZ-Fidesz koalíciós kormány alakul 1994-ben, másnap a pofosz 100 000 aláírás le tud tenni az asztalra, és nemzetietlen politika miatt népszavazást tud kezdeményezni a következő kormány ellen, erre mondom azt, hogy destabilizálja a politikai rendszer. Én, mint jogász, személyesen is úgy gondolom, hogy nem alkotmányszerű népszavazással a parlamentet feloszlatni. Itt minden gond nélkül a következő kormányra nem csak nemzetiségi alapon egyébként, hanem szociális alapon is lehet majd gond nélkül összegyűjteni 100 000 aláírást. Mert 94. szeptemberében vagy decemberében bármilyen jó kormány is alakul, azért fél év alatt a helyzet nem lesz jobb annyival, hogy ne lehetne összegyűjteni 100-200-300 000 embert, aki elégedetlen a kormány gazdasági teljesítményével. És itt most a népszavazáskor nem csak ennek a kormánynak a sorsa forog kockán, hanem az összes többi ezután következő kormányé. Ha ez a dolog átmegy, és az Alkotmánybíróság ezt jogszerűnek minősíti, és vissza fogják hívni a parlamentet, és megmutatják, akkor nem ez a parlament bukott meg, hanem a következő, meg azután következő, meg nem tudom hányadik is. Ugye a következő kormány örökölni fog egy rendkívül meleg és nehezen kezelhető állami tulajdonosi struktúrát, és ennek következtében első másfél éve borzalmasan meg lesz kötve a keze. Erre készülnek a programok, tehát hogy ez a lehető legrosszabb helyzet alakul ki. Ugye el kell kezdeni az egész privatizást, mely elsőrendű kérdésnek tartjuk. Rögzíteni azokat az alapvető dolgokat, amelyek a privatizálásra várnak, vagy privatizálásra kapcsolatot erre vannak véve. Egy-kettő, rögzítsük a feltételeket, jó lehet, ez nem lehet a kormány kezéből kivenni, és nem is akarja senki. De a harmadik, hogy milyen feltételeket tudjuk a beruházások, a hazai vállalkozók lehetőségeit megkönnyíteni. Pénzügyi, konkrét beruházási feltételekkel, és ezt meg is fogalmaztuk. Tehát az egész privatizálási filozófiát gyakorlatilag kell megváltoztatni. Én úgy látom, hogy ha Magyarországot gazdasági értelemben a helyére akarjuk billenteni, abban az esetben számot kell vetnünk azzal, hogy nincs kellő tőkeerő Magyarországon ahhoz, hogy ezt a most még állami kézben lévő vagyont működtetni tudja. Úgyhogy én a külföldi tőke behozatalát nem megkerülhetőnek tartom, és úgy gondolom, hogy minden erővel támogatni kell. Az egy abnormális állapot, hogy időnként a külföldi tőkének több előnye van, a vagyoni elfelelő versengése, mint a magyar vállalkozóknak, ezt meg kell szüntetni, itt-ott vannak ilyen történések, de összességében a külföldi tőkét bátorítani kell. Szóval az a fajta mód, hogy a most vagyunk a privatizáció, az rossz. Csak abban lehet bízni, hogy nem fogják teljesen privatizálni az ország összes privatizálható vagyonát, és különböző megoldásokkal még úgy, ahogy marad valami, amit a mostaninál sokkal észszerűbben lehet majd privatizálni. Tehát én inkább attól tartok, hogy nem marad privatizálható vagyon Magyarországon majd a következő kormánynak már, ami nagyon be fogja szűkíteni a gazdaságpolitikai mozgásterét. Én ezt nagyobb bajnak tartom, mint ami a kérdésben szerepel. Médiaügyben egy kérdéskört megtárgyalunk. Ebben a mostani helyzetben padhelyzete elmozdulásra van esély a közeljövőben, tehát itt hetekről, hónapokról van szó. Kompromisszumok, további kompromisszumok várhatók-e az ellenzék részéről? Ez marad az út megegyezése, vagy egyáltalán a tétovasság az, ami most uralkodik? Úgy érzékelem, hogy azt mindenképp sikerült elérni a kormányzatnak azon túl, hogy beszélyeztetve a televíziót, vagy a normális működését, hogy az emberek figyelmét elterelje nagyon fontos más kérdésekről. És úgy érzékelem a különböző fórumok, a beszélgetéseket, az emberek már torkig vannak a média háború kérdéseivel. Most nem a, ők szeretik és népi hőstett hangkiselemérve, ez mindig az, csak szeretnék, hogyha másképp itt az érdemi kérdésekkel foglalkoznak. Most mit lehetne tenni? Az egyik az,
Én szerintem most elkezdődik valamikor december vége felé a szünet, érdemes lenne januárban egy olyan kezdeményezéssel előállni, vagy megfontolni, hogy próbálja meg a hat parlamenti párt, hiszen eddig is abban keretben zajlott, rögzíteni, hogy eddig jutottunk el a médiatörvényre. Kettő, próbáljunk kialakítani, állítom, hogy nem túl nagy munka kellene azokban a legalapvetőbb médiatörvények kapcsolatos kérdésekben, amelyek nélkül nincs meg a törvény. Amitől viszont én tartok. Nem lesz médiatörvény, feltehetően, hiszen nem érdekel benne a falat. Kettő, ez alatt a rövid idő alatt, viszonylag rövid idő alatt, ami a fölfüggesztés, amirigen a fölfüggesztés szól, ez alatt meg fognak szüntetni további politikai műsorokat, már van arra jelzés, hogy az egyenlegetben nem, és elkezdenek egy személyi tisztogatást csinálni. Én úgy látom, hogy a három ellenzéki pártnak vannak praktikus dolgok, a vélemény különbségek közöttünk, de körülbelül azt az álláspontot képviseli most, hogy a rádió és a televízió legyen független a kormánytól, legyen független a parlamenttől, legyen közszolgálati abban az értelemben, amit ezzel érteni szoktak, a kormány pedig belemegyen egy bonyolult jogalkotási folyamatba, és talán még egy média törvénynek nevezett törvényt is szívesen megcsinálna, de egyből nem akar engedni, hogy a rádió és a televízió kormány felügyelet alatt működjön, ha máshogy nem, a kormány felületet az biztosítsa, hogy a kormány elnöke nevezheti ezeknek az intézményeknek a vezetőjét, mármint ő határozza meg lényegében, hogy ki ezek a vezetők. Ebben pedig az elmúlt hónapok fejleménye azt mutatják, hogy ha ennyire eltérnek egymást az álláspontok, nagyon nehéz közösen vezet találni. Ja, te elmondott formula az egy szép és nagyon ideális eredmény lenne az ellenzéki pártok részéről, de hát az ellenfél fejével gondolkodva teljesen más logikára kerülsünk. Különösen ha nem egy absztrakt ellenfélben gondolkodunk, hanem abban az MDL-ben, aki az elmúlt két esztendőt végigcsinálta velünk a parlamentben. És ebben a pillanatban az egész zsákmányt úgy, ahogy van a fogai között tartja. Miért is engedni azt el? Miért is mondaná azt, hogy fölfüggesztem a saját fölfüggesztésemet? Miért is mondaná azt, hogy persze visszahelyezem őket, csinálunk egy törvényt, hozzáadjunk a kinevezési részéről, amit az ellenzék mindig is akar, miért csinálná ezt? Egyetlen esetben fogja ezt csinálni, hogyha fogalmazhatok úgy is, hogyha megint az esze, és rájön arra, hogy mindaz, amit csinál, az rövid távon azt jelenti, hogy pozíciókat szerez meg a televízióban, de hosszú távon vissza fog ütni. Szóval sokfajta módon lehet egy zsákmányt elérni, úgy is meg lehet szerezni egy zsákmányt, hogy mikor az ember utána beteszi a tepsibe, akkor már bármilyen megölte. Na most ez a helyzet állít elő. Szóval ez a tévét így megszerezni, az olyan negatív, olyan elítélő véleményeket vált ki a polgárokból, amiután lehet, hogy jobb lett volna hozzá se kezdeni a megszerzéséhez. Egy, kettő, ha meg is szerezték a televíziót, és legyen illúziónk, hogyha megszerezték, akkor úgy lesz, hogy egyfolytában MDF Magyarország és kormány sikert magadnak fog jönni a televízióból. Ez rövid távon lehet, hogy úgy tűnik, hogy jó, de hosszú távon bukni fognak vele. Most még egy dolog előfordulhat, egy nem várt harmadik forgatókönyv, aminek én örülnék, de esélyeit kicsire tagsálom, ez pedig az, hogy a kormány olyan fajta szolidaritással találkozik az újságíró szakma részéről, majd meghátrálásra fogja késztetni. Ennek vannak jelei. Szóval önmagában az a tény, az összes televíziós szervezet kiállt Hankis Elemér mellett, ez egy váratlan fordulat, erre senki épésszel nem számított a tévén belüli viszonyokat ismerve. És mégis megtörtént. Tehát ha nagyon erős nyomással találja magát szembe a médiaügyben illetékes rétegek oldaláról a televízió, a magyar kormány, akkor lehet, hogy rá fog jönni arra, hogy nem szabad ezt erőltetni. Ez egyetlen esély, ami ebben a pillanatban mutatkozik, az újságíró, a hírcsinálással foglalkozó szakmai összefogás és összetartás. Ez vehet még eredményre. Ez vehet még eredményre, ezen kívül semmi.